Sziasztok! Én először is elnézést kérek, de azt hiszem nem fogok felállni így a vetítő mellé, és itt fölöslegesnek tűnik. Meg amúgy is eléggé családiasnak tűnik a hangulat, úgyhogy szerintem jó lesz ez így. Megkeresem a veszítés gombot. Az első dolog, amit el kell mondanom, és ezért elnézést kérek, minden slide az elsőt kivéve majd angol nyelven lesz, ez azért van, mert minden anyag nálunk angol nyelven készül, és én pedig furcsán éreztem volna magam, hogyha mindent le kell fordítani magyarra, nem vagyunk hozzászokva, hogy technikai dolgokról magyarul beszéljünk, úgyhogy eleve a magyar talanságaimért is előre elnézést kérek majd az előadás közben. A témám az probléma, kérdésfeltevés. Kire is bízzuk a titkainkat, méghozzá, amikor a mobiltelefonokról beszélünk. És hát szeretnék egy kicsit mesélni az okostelefonoknak a szoftver architektúrájáról, hogy miért tudok erről beszélni, az arról egy kis áttekintés. Én a Műszaki Egyetemen végeztem villamosmérnökként, méghozzá beágyazott rendszerek szakirányon. Ez már elég erősen predeterminált, hogy valami ilyesmi területtel foglalkozzak. Az utolsó előtti évemben, még az egyetem alatt kapcsolatba kerültem az LTE-vel egyébként. Egy olyan 3-4 hónapig dolgoztam az LTE-s kriptográfusokkal, akiknek szükségük volt valami ilyen digitális áramkörtervező szerűségre, és hát remélték, hogy találnak valakit, aki meg tud tervezni némi kódtörő algoritmusokat, ilyesmit. Egyébként ez nem én lettem, addig nem jutottam már el, de azért egy nagyon érdekes kooperáció volt, és hát betekintést nyert azért a kriptográfia alapjaiba. Kiderült számomra egyértelműen ebből, hogy a kriptográfia, biztonságtechnika az egy életmód és nem egy karrier, úgyhogy gondoltam, akkor ezt jól el is fogom kerülni a továbbiakban, úgyhogy elmentem az Ericssonhoz dolgozni. Telekommunikációval foglalkoztam, rengetegféle területével, de szoftverfejlesztő voltam végig. Aztán 3 évvel ezelőtt egy jó 10 éves Ericssonos pályafutás után úgy éreztem, hogy már ideje váltani. A hardware-től sosem kerültem messze, és azért az ARM, mint processzor tervező cég eléggé vonzott. Úgyhogy gondoltam, megnézem, hogy ott a budapesti irodában akkor nyíló szoftver szervezet az mivel foglalkozik. Hát kiderült, hogy biztonságtechnikával, úgyhogy újra szembe jött ez a terület. De immár úgy éreztem, hogy nem ellenkezem tovább, hogyha egyszer ez így visszatért az életembe, úgyhogy azóta az ARM-nak a nyílt forráskódú szoftverfejlesztő részlegén dolgozom, és különböző szoftver processzor architektúrákra biztonságtechnikai szoftver frameworköket fejlesztünk. Ez így eléggé absztrakt, praktikusan arról van szó, hogy adunk példaimplementációt arra, hogy milyen szoftver stack lehet az, amivel biztonságosan lehet például mikrokontrollerekből IoT eszközt készíteni, vagy pedig, ami az ARM-nak egy elég erős profilja az okostelefonok megjelenésétől kezdve, hiszen az okostelefonpiac javarészt, és itt igyekszem nem százalékokat mondani, de túlnyomó részt ARM architektúrájú processzorokra épül, úgyhogy a mobiltelefon piacon is nagyon érdekes és nagyon nagy elvárás az ARM felé, hogy mint a piac egyik fő irányítója példát mutasson abban is, hogy nem csak a hardware architektúra hogyan tudja támogatni a biztonságtechnikát, hanem példa szoftver implementációt is adjunk. Ennek kapcsán egyébként az elmúlt 2 évben jött létre a trustedfirmware.org nevű szervezet, ami egy tök
több cég együttműködéséből álló szervezet, és amelyik úgymond a tulajdonosává válik azoknak a példa szoftvereknek, vagy referencia szoftvereknek, amiket mi kifejlesztünk például a mobiltelefonokra, mint biztonságos futtatási keretrendszer és a mikrokontrollerekre hasonlóképpen. Hoppá, sokat mondjuk, bocsánat. Tehát, próbáljuk meg egyesével. Nagyon szép marketing slide a trustedfirmware.org-ról. A lényeg az, hogy security-vel foglalkozunk, mindenképpen nyílt forráskódban gondolkodunk, és a közösség erejében, és hát azért, hogy nyomatékosítsam, komoly cégek és az ipar szempontjából meghatározó cégek a tagjai a trustedfirmware.org nevű szervezetnek, és hát mindezekkel a partnerekkel kooperációban fejlesztjük egyrészt karbantartjuk valamilyen mértékben a már létező szoftverarchitektúrákat, és hát próbálunk irányt mutatni, hogy a későbbiekben milyen irányt célszerű venni ahhoz, hogy még biztonságosabbá tudjuk tenni, és még egységesebbé a egyebek mellett a mobiltelefonoknak a szoftverarchitektúráját. És hát akkor végül is, miért érdekes ez az egész? Miért fontos az okostelefonok esetében a biztonságtechnika? Szerintem azért az mai világban már eléggé közérthető, hogy a mobiltelefonok nem telefonálásra, vagy nem elsősorban, szóval legyünk őszinték, javarészt nem telefonálásra valók, hanem minden másra is. Ennek megfelelően az élet minden területébe belefolyik a mobiltelefon, és emiatt nagyon sokféle bizalmas, titkos, kritikus információt tartalmaz az ember életéről, amit valamilyen módon meg kell védeni, amikor a mobiltelefonon tárolódik, amikor a mobiltelefon algoritmusokat végez ezeken az adatokon, illetve akkor is, hogyha természetesen valami tábori féllel meg kell osztani ezeket a titkos, bizalmas adatokat. És hát ilyenek természetesen a személyes adatok, manapság szerintem az egyik legfontosabb kulcselem, amit könnyű megérteni, hogy biztonságkritikus, az a banki szoftverek futtatása és a fizetési szolgáltatások, amiket most már nagyon-nagyon sok alkalmazás támogat, és hát maga az autentikációs mód, amivel a telefont egyébként fel lehet oldani, és ezeket a különböző szolgáltatásokat engedélyezni lehet, az is már az új lenyomat. Nyilvánvalóan ez is egy olyan bizalmas információ, amit jó, hogyha illetéktelenek kezében nem kerül. Egy kicsit tekintsük át, hogy egy mobiltelefon, vagy hát egy általános esetben mégis hogyan lehet elképzelni a szoftver privilégium szintjeit, milyen szintekről lehet beszélni. Aki már Linuxot vagy valami hasonló operációs rendszert látott, annak van elképzelése arról, hogy legalább két különböző jogosultsági szintről lehet beszélni. User space, kernel space, Linux terminológia szerint. User space-ben futnak az alkalmazások, kernel space-ben pedig fut az operációs rendszer és minden egyéb magasabb jogosultsági szintű hozzáférést igénylő szoftver komponens. Tehát egyszerű esetben azt is mondhatnánk, hogy akkor az alkalmazásunk fut a user space-ben, hogyha valamilyen privilegizált adathoz, privilegizált információhoz kell hozzáférni, a kernelhez fordul, jogosultságot kér a kerneltől, és akkor ezzel kész is a biztonsági modellünk. Nyilván azért, ha ilyen egyszerű lenne, akkor nem szenteltnék erre egy előadást. Aki már olvasott utána azért a Linuxnak, illetve a különböző biztonság technikai problémáknak, azt tudja, hogy az, hogyha egyetlen védelmi vonal van, az nagyon komoly probléma, mert hogy egyetlen szoftverhiba, egyetlen sérülékenység az egész kernel space-t erre mi a magyar szó? Compromised. Bocsánat.
Kompromittálja? Kompromittálja, mondjuk, igen. Tehát onnantól kezdve megszűnik minden védelmi vonalunk, ezért aztán az egyértelmű elvárás, hogy mélységi védekezést alkalmazunk, több védelmi vonal legyen, és ne csak arról legyen szó, hogyha egyetlen védelmi vonalat áttör a támadó, akkor már is minden adathoz korlátlanul hozzáférhet. Ugye ezt hogy kell kivitelezni? Ahhoz meg kell érteni, hogy hogyan támogatja a hardware a különböző jogosultsági szinteket, mert azért itt kettőnél több jogosultsági szintet támogatnak a modern processzorok. Alapesetben és szerintem közismert módon legalább hármat, van a user space, van az operációs rendszer rétege, illetve hogyha virtualizáció is bejön a képbe, tehát több operációs rendszer konkurenssel tud futni, akkor egy hypervisor réteg is bekerül, ami természetesen a processzor szintjén egy külön futtatási privilégium szint. Azonban ez még önmagában egy eléggé egy mintára menő két biztonsági szint. Ideális esetben, hogyha mi tényleg biztonságosan szeretnénk egy szoftver algoritmust futtatni, egy kritikus algoritmust futtatni, akkor az, hogyha csak még lejjebb toljuk ugyanazt a kódot, az nem ad kellő megbízhatóságot. Azt szeretnénk, hogyha a szoftverfejlesztési szempontból egyébként az alkalmazásokkal összemérhető módszertannal lehetne fejleszteni, de egy teljesen független futtatási környezetben, egy biztonságos futtatási környezetben, vagy Trusted Execution Environmentben, ami Trusted Applicationjeinket, tehát azokat az alkalmazásokat, amikben megbízunk, amikben a biztonságkritikus algoritmusaink futnak. Természetesen, hogyha biztonságkritikus alkalmazásokat külön futtatási környezetben akarunk futtatni, akkor kell egy független operációs rendszer, ami hozzáférést biztosít, illetve menedzseri ezeket az alkalmazásokat, és hát emellett pedig mindenhol, minden rétegben, ahonnan el akarjuk érni ezeket a megbízható szolgáltatásokat, ott kell valami driver, valami library, valamilyen támogatás ahhoz, hogy elérjük ezeket a komponenseket. Itt azonban még nem látszik, hogy hogyan fog a két izolált világ egymással kölcsönhatásba lépni, tehát hogyan is lehet elérni a normális, vagy az általános funkciókat ellátó futtatási környezetből, hogyan lehet ezeket a megbízható komponenseket elérni. Ehhez bevezettek még egy réteget, még egy privilégium szintet, aminek semmi más szerepe nincs alapvetően, mint hogy ezt az átjárást biztosítja. És hát abban is értelemszerűen megjelenik akkor egy olyan komponens, ami függ attól, hogy milyen megbízható operációs rendszert futtatunk, hiszen annak az üzeneteit kell közvetíteni a kliensek és az alkalmazások, a biztonságos alkalmazások között. Ami még hiányzik az ábráról, az az, hogy végül is a hardware eszközök, amikről az előbb beszéltem, azoknak a támogatása az hol helyezkedik el, és hát mindenfelé. Az a nagy helyzet, ugye akkor, hogyha arról beszélünk, hogy a user interface-nek valamelyik hardware komponensét kell elérni, a navigációs gombot, az érintőképernyőt, akkor természetesen annak nincs biztonságkritikus aspektusa, azt nyugodtan lehet ugyanúgy a kernelből hozzáférhetővé tenni. Viszont, hogyha kritikus kódról van szó, kritikus hardware komponensről, akkor azt természetesen a Trusted OS fogja vezérelni és elérhetővé tenni. És hát a különböző szolgáltatások, amiket biztosítanak ebben a bizonyos Secure World-ben, avagy gyakrabban használatos a Trusted Execution Environment, avagy TEE rövidítés,
Tehát itt fut a DRM, tehát a Digital Right Management, tehát a, mondjuk, hogy a videó streamek, amiket az ember mondjuk egy Netflixen néz, azokat a biztonságos oldalon kell dekódolni, hiszen a Netflix nem fogja a Linuxra bízni a kulcsát, a biztonságos fizetési mód, a különböző bizalmas adatok tárolása, a jelszavak tárolása, ilyesmi, és hát természetesen maguk a kriptográfiai műveletek is itt futnak le. Ami a firmware rétegben, tehát a legmagasabb privilégiumi szinten kell, hogy fusson, az egyrészt maga az egész rendszernek a bootolása, a beindítása, a power management, tehát hogy a különböző erőforrásoknak a teljesítményfelvételének a vezérlése, illetve egyéb mindenféle olyan funkció, amit még a félvezetőnek a tervezője, gyártója szükségesnek tart, és nem akarja senki másnak az orrára kötni, még a Trusted OS orrára sem, hogy hogyan kell a félvezetőnek bizonyos komponenseit vezérelni. Mivel már most is elég sok információt mondtam, ezért gyorsan szólok, hogy ha valami nagyon nem világos, akkor kérdezzetek nyugodtan. Egyébként pedig haladok tovább. Tehát egy kis malőr. Na, ez az. Tehát még egy ábra arról, hogy végül is a hardware jogosultságokat hogyan osztjuk ki a rendszerben. Hogyha navigációs gombunk van, akkor azt a Linux vezérli. A háttértárolót a Linux fogja vezérelni. A bizalmas adatok háttértárolóját a Trusted OS, az új lenyomatolvasót a Trusted OS. Ugye az új lenyomatolvasó és a navigációs gomb az egy érdekes problémakör, mert például az én telefonomon ez a kettő egy és ugyanaz a hardware komponens. Ebben az esetben valamilyen módon a firmware fogja azt biztosítani, hogy egy időben kizárólag az egyik világ kapjon rálátást arra a hardware komponensre. Értelemszerűen, amikor új lenyomat azonosításra akarjuk használni azt a bizonyos gombot, akkor nem szeretnénk, hogyha a normal world az hozzáférést és a Linuxból bárki leolvashatná az új lenyomatokat, és hát értelemszerűen az új lenyomat alapján jogosultságot osztani is a Trusted domainnek a feladata. És akkor, ha például egy online alkalmazásban olyan programot írunk, ami az új lenyomatot éri el, akkor az is ezen keresztül csinálják. Így van. Tehát, hogyha arról van szó, hogy bárhonnan jön egy olyan kérés, hogy egy szolgáltatás az csak akkor legyen elérhető, vegyük például a banki fizetést, vagy egy, akár csak a banki alkalmazásnak a megnyitását, ez az, amit én napi szinten tapasztalok, hogy folyton az új lenyomatomat kéri. Tehát akkor van a banki alkalmazásnak a sima user interfésze, az valahol fut egy sima alkalmazásban, viszont hogy ezen a UI-on milyen adatok jeleníthetőek meg, és milyen feltételekkel adja oda a szerver ennek a UI-nak az adatokat, ez mind azon múlik, hogy a szerver el fog küldeni egy valamilyen autentikációs kérést az alkalmazásnak. Az alkalmazásnak ezt továbbítania kell a biztonságos világ felé, és egyedül a biztonságos világban van meg az a kulcs, illetve az új lenyomat adatbázis, ami alapján jóvá lehet hagyni a kérést, és vissza lehet küldeni a kérést a szervernek, miszerint ő egy hiteles, a felhasználó által az új lenyomatával hitelesített alkalmazás. Tehát ezt az egész kommunikációs, ezt az egész üzenetváltást, ezt el kell játszani minden egyes ilyen alkalommal. És hát ugye értelemszerűen már a szerverrel a kommunikációs csatorna is titkosított, tehát maga az IP forgalom is egy TLS Transport Layer Security biztonságos kapcsolaton keresztül megy, és maga az autentikáció is természetesen
különböző aláírási és egyéb kriptográfiai módszerekkel történik. És mi a helyzet mondjuk a mikrofonata be a gyerekről? Ez azok distrancsok határoló vagy nem? Például, ugye van az urbánus legenda, hogy ha sokat már az akkor fel a reklámot. Ez mennyire reális? Hát alapesetben az, hogy mi a helyzet a mikrofonáltal fölvett halmagyagokkal, az hogyan védik le? Tehát az, hogy pontosan melyik hardware komponens melyik domainhez van rendelve, ezt mindig a hardware-nek a gyártója fogja meghatározni. Ő az, aki végül is megadja az egész rendszer konfigurációt, ami alapján utána a szoftver jogosultságokat kap az egyes domainekben. És hát alapesetben én azt feltételezném, hogy igen, a mikrofon az bizony nem egy security kritikus komponensként van kezelve, hiszen azon minden esetleg érdektelen funkciókat is el szeretnénk érni. És emiatt aztán szerintem az alapértelmezett hozzárendelés az a Linux felé van a mikrofon esetében. Innentől kezdve a Linux igazából, hogy mit csinál vele, ez a Linuxon múlik, avagy ugye a Linux fölött futó Androidon. Hogy esetleg ez máshogy lenne a gyakorlatban, ezt erről nem tudok. De arról sem, hogy így lenne, csak feltételezem. Igen, ezt egyébként megint csak így az általános információknál, meg disclaimernél el kellett volna mondanom, hogy az ARM processzorokat tervez, meg processzor architektúrákat tervez, de mi magunk félvezetőt nem tervezünk, nem tervezünk teljes rendszereket, legalábbis gyártásra nem, és hát nem is gyártatunk, kivéve saját teszt célokra, és hát innentől kezdve, hogyha van egy Huawei chip, hogyha van egy Qualcomm chip, egy bármelyik másik gyártónak a chipje, amihez megvette az ARM-tól valamilyen fajta licenszeket, hogy utána ő azt pontosan hogyan fogja a rendszerébe beleilleszteni, erről mi már nem vagy nem annyira sokat tudunk. Szóval akkor elvileg meg tudná csinálni egy gyártó, hogy úgy készíti el, hogy legyen egy kiskapu, hogy jó, nyilván nem célja, de hogy kamu módon vissza tudja adni azt, hogy igenis ez egy sikeres autentikáció volt, amikor nem is. Hát az, hogy pontosan ezt milyen úton, módon és milyen esetekben akarja elérni, azért mivel egy autentikáció egy elég bonyolult és soklépéses kriptográfiai protokoll, nem is értek a részleteihez, ahhoz az túl bonyolult, és mint említettem, egy életmódot igényel, hogy valaki értse szerintem. De csak úgy hardwareből, vagy abból a limitált szoftverből, amit a hardware gyártó ad, abból kihámozni, hogy csak esetenként csinálja ezt, az egy elég nem triviális művelet. Úgyhogy azért én azt feltételezném, hogy itt annyi szinten fog átesni vizsgálatokon a szoftver, hogy egy ilyen az ki tudna derülni, és hogyha kiderül, akkor értelemszerűen onnantól kezdve elkaszálja magát a hardware gyártó. Jó. Most talán akkor mehetünk tovább. Egyébként nyugodtan lehet még kérdéseket feltenni, mert elsősorban az a cél, hogy érthető legyen, amit mondok, és csak a második cél az, hogy végig is érjek azon, amit magam kijelöltem, mint mondani való. Egy példát akartam még hozni, hogy milyen is egy ilyen trusted operációs rendszer, vagy trusted execution environment. Azért ezt a példát hoztam, mert a Trusted Firmware org tulajdonába került éppen tavaly egy Trusted operációs rendszer, az OTI,
ez egy szintén referencia implementációnak szánt ilyen trusted operációs rendszer, ami megfelelő szabványoknak és specifikációknak a minta implementációja, dedikáltan ARM A profilú processzor architektúrákra tervezték, és hát az ARM-nak a hardveres ilyen rendszer szintű biztonság technikai modelljére. És hát azt feltételezi, hogy egyébként a Rich OS, tehát az az operációs rendszer, ami a feature rich, tehát ami a sok funkciót egyébként biztosítja, az egy Linux kernel alapú operációs rendszer, ez az Android esetében például teljesül. És hát látszik, hogy ahogyan az előző ábrán, még egyel előbb, itt látszott, tehát az, hogy milyen Trusted OS-t futtatunk, ahhoz azért elég sok összetevős, tehát például a Trusted OS fogja meghatározni, hogy egy kliens milyen protokollon keresztül tud kérést megfogalmazni ezeknek az alkalmazásoknak, hogy maga a kernel milyen úton, módon tudja elérni ezt a bizonyos Trusted OS-t. Tehát elég sok komponenst kell biztosítania egy ilyen Trusted Execution Environmentnek, azon kívül, hogy egy kernelt megírnak itt a tehát a gyakorlatilag a kernel rétegben, a Trusted Execution Domainben. Meg kell írniuk valamilyen kliens komponenseket, amiken keresztül meg lehet hívni szabványos módon az API-kat, kell egy Linux driver, és hát értelemszerűen valahogyan támogatni kell azt is, hogy a legmagasabb privilégium szint az továbbítsa is az ő kéréseiket a két világ között. Mivel a Trusted Firmware org tulajdonában van az ARM által annak idején kifejlesztett legmagasabb privilégium szintű példakód, ezért aztán így hogy egyház egy fedél alá került ez a két komponens, így ez egy elég könnyen és megbízhatóan támogatott operációs rendszer a biztonsági funkciók eléréséhez. Aztán ugye egy érdekes kérdés, hogy miért is és hogyan is bízzunk meg abban, amire azt mondjuk, hogy megbízható, hiszen azért ezen az ábrán mindenhol az szerepel, hogy trusted, secure. Tehát marketing szempontból ez tök jól hangzik. Na de akkor végül is kiben bízunk meg, és miért bízunk meg benne? Hát akiben meg kell bízni, az egyrészt, ahogyan itt már szó is volt róla, meg kell bízni mindenképpen a félvezetőnek a gyártójában. Tehát aki a processzor chipet gyártja, amelyikben ez a kód fut, abban ennek a szoftvernek és mindenkinek, aki ezt a szoftvert használja, tehát végül is a végfelhasználónak is meg kell bíznia. Ezt nem lehet kikerülni. Ez például ugye az egyik legnagyobb probléma, hogyha valaki olvassa a híreket, bizonyos távol-keleti félvezető gyártókkal. Aztán akiben még meg kell bízni, az minden olyan szoftverbeszállító, amelyiknek itt valahol a Trusted oldalon kódja van. Értelemszerűen, aki a legmagasabb privilégium szintben van, abban nagyon meg kell bízni, ő bármit gyakorlatilag elér a rendszerben, és bármelyik másik komponens futtatási környezetét gyakorlatilag el tudja téríteni, tehát ez egy kritikus komponens. A Trusted OS az értelemszerűen szintén egy kritikus összetevő, de legalább nem fér hozzá mindenhez, hiszen pont az a lényeg, hogy legalább a közvetlen hardware elérést
javarészt az egységes Trusted Firmware komponens biztosítja, és ő már inkább csak az alkalmazások menedzsmentjét csinálja. Emiatt kisebb a kódja, nem fér hozzá csak természetesen dedikált hardware erőforrásokhoz, amikhez a firmware jogosultságot adott neki. Tehát ez már egy kontrolláltabb környezet. A Trusted Application-ök természetesen szintén meg kell bízni bennük, de ők legalább egymás futtatási környezetében nem tudnak beleavatkozni. Tehát, hogyha valaki föltesz egy olyan alkalmazást, ami egyébként föltelepít magának egy Trusted Application-t, akkor attól jobb esetben nem kell félni, vagy legalábbis kevésbé kell félni, hogy az a Trusted Application, amit telepített az egyik kliens, az esetleg a mellette futó banki szoftveremnek a Trusted komponensébe bele tudna nyúlni. Ez azért egy elég fontos kitétel, és egy fontos elvárás. Oké, megbízunk ezekben a szoftverbeszállítókban, de honnan tudjuk, hogy tényleg ez a szoftver fog futni egyébként, amikor én bekapcsolom a telefont. Ehhez fel kell építeni egy úgynevezett Chain of Trust-ot, tehát meg kell határozni, hogy mi az az egyetlen dolog, amiben feltétel nélkül megbízunk, és hát ez egy megmódosíthatatlan vagy megváltoztathatatlan hardware-be égetett komponens kell, hogy legyen. Ez tipikusan egy első fázisú bootloader, tehát egy elsődleges bootloader, illetve valamilyen nyilvános kulcs. Hogy miért ez a két dolog az, amiben feltétel nélkül meg kell bízni? Azért, mert azt mondjuk, hogy minden a bootolás során, minden egyes bebootolt komponens verifikálni fogja, hogy a következő futtatandó szoftverkomponens az hiteles-e, tehát hogy hiteles forrásból származik-e, és hogy az integritása az sértetlen. Ez azt jelenti, hogy addig nem fogjuk átadni a vezérlést például a Trusted OS számára, amíg a bootloaderünk, méghozzá azt a második fázisú bootloader fogja ellenőrizni, az meg nem bizonyosodott róla, hogy ez egy megfelelő aláírásokkal ellátott, tehát hiteles forrásból származó és olyan komponens, amit senki nem írt át azóta. Ezek megint mindenféle ködös kriptográfiai, matematikai modellekre vezethetők vissza, mivel kriptográfusok biztosítják hozzá a hátteret, ezért abban legalább meg lehet bízni, hogy ezek az algoritmusok legalábbis legjobb tudásunk szerint jók. Azt kérdezni igazából, hogy ez az egész Chain of Trust, meg az, hogy megbízunk a felületgyártóban, a megbízunk a kernegyártóban, stb. Hogy ez mire hasonlít jobban? Egy mexikói felállásra, vagy egy ilyen vasárnapiskolás szemléletre, hogy azért már a másik is jó, és akkor ebben megbízunk. Most ezek egymásnak nagyon sokban. Ezek a réterek, vagy inkább csak tényleg megbíznak egymásban, hogy mondod? Itt azért bízunk meg benne, mert van egy hardware-ben letárolt kulcsunk, egy nyilvános kulcsunk, és az, aki a szoftverkomponenst feltöltötte a telefonomra, ő ellátta egy olyan privát kulcsú aláírással azt a szoftverkomponenst, ami alapján senki mástól nem származhat az a szoftverkomponens, mint az általam ezzel a nyilvános kulccsal elismerten megbízható gyártótól. Én tűzem, az nem a kulcsok kérdezek rá, meg a holdásrendszerre, hanem arra inkább, hogy ha mit tudom, hogy valaki az egész buliból, mit tudom én, akar adatot halászni felhasználótól, vagy bármi, akkor ez kiderül-e, és hogy akkor milyen gyorsan derül a többi fél számára. Mennyire lehet benne kecsiskedni, úgymond. Ez egy szép összetett kérdés. Ugye itt tényleg azt kell kihangsúlyozni, hogy az, hogy pontosan
mit látnak az egyes szoftverkomponensek, az megint arról szól, hogy ki melyik rétegben fut, és kivel áll kapcsolatban. Az operációs rendszeremnek meg kell bíznia a Trusted OS-ben és a Trusted OS forrásában. Tehát hogyha például az én félvezető gyártóm azt mondta, hogy ő Optit futtat, mivel a félvezető gyártóm mondta, akiben kénytelen vagyok elhinni, ezért elhiszem azt, hogy ő tényleg Optit futtat. Hogy az Opti mit csinál innentől kezdve, az ugye megkérdőjelezhető, de itt belejön még egy fontos dolog, egy fontos tényező, miszerint az Opti például nyílt forráskódú. És hogyha innentől kezdve valaki az aláírásával ellátta a nyílt forráskódú kódomat, akkor azon meg lehet vizsgálni, hogy pontosan mi is az, ami alá lett írva, mi is a forrása. Tehát itt ilyen szempontból ez teljesen egyértelműen egy ellenőrizhető forrás. Hogyha nem nyílt forráskódú a Trusted OS-em, akkor értelemszerűen a Trusted OS készítőjében kell megbíznom olyan szinten, hogy mondjuk az egy neves, zárt forráskódú OS gyártó, ilyenekből is van pár a piacon, de azért mivel ez nem egy könnyű gyakorlat, ezért nem sokan csinálják. És azért azt is tudni kell, hogy mondjuk, hogyha van egy zárt forráskódú, vagy akár egy nyílt forráskódú Trusted OS, akkor vannak mindenféle minősítőintézetek, független hitelesítőintézetek, amiknek megvannak a megfelelő blackbox tesztjei, megvannak a megfelelő robustness tesztjei, amikkel egyébként szét fogják bombázni azt a bizonyos aláírt image-et, és innentől kezdve, hogyha valaki megint csak az egyetlen rendszerintegrátor, aki rendelkezésre bocsátja a komponenst, azt mondja, hogy neki az az aláírt és hitelesített, minősített image-et futtatja, onnantól kezdve akkor az hozza magával mindazokat a biztonsági garanciákat, amiket ezek a független bevizsgálók is hozzáadnak. Tehát azért ebben nagyon sok úgymond felügyeleti szerv belevonható, és hát nyilván a gyakorlatban kívánatos is, hogy bele legyenek vonva. A Trusted Firmware org természetesen minden kódot úgy ad, hogy ez nyílt forráskódú, hogyha elmegy valaki a trustedfirmware.org weblapra, onnan elérhető az összes forráskód, az Opti forráskódja elérhető magának ennek a legmagasabb privilégiumi szintnek a forráskódja, és hát innentől kezdve akkor ez az egész le van fedve, és nyilván a Trusted Firmware org, az ARM, mint a Trusted Firmware org egyik fő támogatója, mindenki azon dolgozik, hogy ezek a nyílt forráskódú komponensek egyébként megfelelő minőségűek is legyenek, és ezért mindenféle független laborokkal bevizsgáltatjuk. És hát ezek gyakorlatilag plecsniket kérünk rá és kapunk rá ahhoz, hogy bizonyítani tudjuk, hogy ezek elérik azt a bizonyos minőségi szintet, amit szeretnénk és amit elvárjuk. Amit itt még egyébként lenne egy teljesen másik fejezetem, de azt hiszem, hogy itt le is lehet zárni nagyon jól ezen a képen, mert összességében csak a jövőről akartam beszélni, és azt akartam megemlíteni, hogy az azért látszik, hogy még ez a legmagasabb privilégium szint is zsúfolt kicsit. Vannak benne különböző források, vannak, meg kell bízni a félvezetőgyártónak a szoftverében is. Tehát egy csomó minden van azért, ami nem arról szól, hogy nem bízunk meg benne, úgy, mint a kulcs birtokosában, hanem nem bízunk meg benne, mint mondjuk kellően kvalifikált és robusztus szoftverfejlesztőben. Mert ugye itt nem csak arról van szó, hogy valaki rossz indulatú, hanem arról is van szó, hogy egyszerűen szoftverhibákat vét, biztonsági réseket hagy, és hogyha valaki itt hagy egy biztonsági rést, akkor az attól ugye borul az egész modell. És hát innentől kezdve
ami a jövőre tekintve egy komoly törekvés, az az, hogy minél több kódot innen kilapátoljunk, és minél inkább koncentráljuk egy forrásra az összes a Trusted Execution Environmentben futó kódot, feleljen meg minél több, minden legyen lehetőleg szabványos, minden legyen lehetőleg egy vagy kevés forrásból származó, és azaz egy vagy kevés számú forrás legyen nyílt forráskódú, és minden olyan szép erénnyel bírjon, amit egyébként itt az első szlájdok egyikén, a marketing szlájdon szerepelt. És azt hiszem, hogy akkor én itt abba is hagyom, ezek nem fontosak. És hát a marketing slide hogy zárulna? A következő mobiltelefon platformotok fejlesztéséhez használjátok a Trusted Firmware-t. Még kérdés? Hogyan tudja egy független királó szervezet megvizsgálni az átforráskódú TrustOS-nek a forráskódot? Nem a forráskódot fogja megvizsgálni, hogyha az átforráskódú, hanem kap mondjuk egy adott binárist, azt föltölti egy processzorra, és utána megtámadja minden rendelkezésre álló eszközzel. Ugye gyakorlatilag ezt csinálják a Whitehat hackerek, hogy megpróbálják mindenféle módokon megkerülni a biztonságát, kinyerni belőle a titkos adatokat, a kulcsokat kinyerni, és hát erre azért elég széles eszköztár áll rendelkezésre. És hát tipikusan ezeket szabadítják rá. Főleg dinamikusan, nem pedig statikusan. Így van. Akkor kénytelenek, mert hogy statikusan nézegetni a binárist, abból nem sok minden fog kiderülni. Hát minden, ugye az típusi van, egy privát kulcsa, amit föl kéne törni, amit meg nem egyszerű. Így van, persze. Tehát az körülbelül akkor az esélytelen. Tehát statikusan ez akkor nem lehet, csak ilyen black box megfigyelve, hogyha innen bögdösöm, akkor jól viselkedik. Pontosan erről van szó. Ha az Ethereum Smart Platform, az hogy valamit mondjuk a Management Engine vagy Platform Security Processor, azt gondolom egy jó analógia lenne ennek a Secureworknek. Igen, vannak hasonlóságok, vannak különbözőségek, ami például itt egy fontos, hogy fair legyek, nem tudom, hogy az X86-ban pontosan ezek hogy vannak implementálva. A Management Engine az ugye egy külön processzor, tehát az végül is egy külön futtatási szál. Itt ugye arról van szó, hogy maga a nagy teljesítményű, nagy számítási kapacitású processzor tud üzemmódot váltani, és ennek köszönhetően lehet például DRM-mel titkosított streamet folyamatosan dekriptálni. Mondjuk a System Management mód lenne a... A System Management mód egy jó példa. Annak vannak bizonyos problémái, például az, hogy akkor blokkolja az egész rendszert, interruptokat nem lehet benne kezelni. Ezeket ez a fajta modell feloldja, mert hogy egyébként, hogyha a legalacsonyabb privilégium szintben futtatunk egy algoritmust, akkor bizonyos feltételek mellett azt nyugodtan meg lehet szakítani egy kritikus megszakítással. És ezt az ARM szervezet nem látja a problémáknak, hogy egy vendor, aki átveszi a technológiáját, legyen az mondjuk a Qualcomm vagy bárki más, ha odarak egy proprietary trusted OS, akkor tehát mondjuk megint csak X86-hoz próbálom hasonlítani. Ott mondjuk a Management Engine az valami, ami az én szememben 20 éve vérzik. Ugye folyamatosan jönnek ki hozzá a sérülékenységek, csak az előző héten most a Ringolit útromba volt a kritikus sérülékenység, amit megtalált a Positive Technologies. Nem fél az ARM szervezet attól, hogyha egy proprietary trusted OS odarak egy Qualcomm-szerű vendor, úgyhogy a felhasználónak nincs irányítása a trusted OS fölött, és még csak belelátása sincs, inkább a security by obscurity-t kreál, mint sem valódi biztonságot. Igen, ehhez most nyelek egyet, meg átgondolom, hogy ez azért ugyebár a market credibility-ét kérdőjelezi meg az ARM-nak, úgyhogy erre megint csak óvatosan kell válaszolni. Amit nagyon fontos tisztázni, hogy az ARM a piaci szerepét mindig nem véletlenül nagyon gondosan körülhatárolja. És hát az ARM
nem a végfelhasználók felé szállít, hanem a félvezetőgyártók felé szállít gyakorlatilag szellemi terméket, és emellé néhány példát. És innentől kezdve, aki meg kell, hogy bennünk bízzon, és aki arra épít, hogy mi milyen biztonságtechnikai szolgáltatásokat nyújtunk, azok a félvezetőgyártók, akiknek rá kell látnia arra, hogyha valaki egy másik szoftvergyártó egy adott komponenst elront, és ebből valami probléma van, akkor meg kell tudni határozni, és be kell tudni határolni, hogy a hiba forrása az mire vezethető vissza. Igen. A különböző side channel támadások eléggé specifikus dolgok, tehát így általánosságban kijelenteni róluk nehéz dolgokat. Amit el tudok mondani, az az, hogy minden újabb hardware architektúra revízióban természetesen igyekszik például az ARM a már ismert side channelekre, amennyiben lehet hardware architektúra szintjén megoldást adni, akkor a megoldást ad. Egyébként pedig tipikusan, hogyha olyan esetekről van szó, amikre létezik szoftvermitigáció, akkor nyilván az például egy lehetőség, hogy minden referencia szoftverben, amit az ARM biztosít, vagy a partnereink biztosítanak, ott igyekszünk minél előbb propagálni ezt az információt, és minél előbb mindenkit arra sarkalni, hogy a megfelelő szoftver mitigációkat építsék bele a Trusted OS-be, hogyha kell a Trusted Firmware-be, tehát hogy minden rétegbe építsék bele. Egyébként igen, tehát hogyha olyan sidechannel-etek létezik, amelyik ezeket a fajta izolációkat meg tudja kerülni, az természetesen akkor egy sidechannel-etek, egy sikeres sidechannel-etek. És akkor a mitigáció a következő lépés, illetve az, hogy a következő architektúrákban és a következő szoftver release-ekben, amit lehet azt megtegyék az összes beszállító, akiről itt szó volt. Jó. Köszönöm szépen!